Október 15-én hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon. Ilyenkor mindig fontos felhívni arra a figyelmet, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse fűtőeszközeit és kéményeit. A katasztrófa védelem munkatársai mindenféleképpen azt javasolják, hogy ezeket az ellenőrzéseket szakember végezze. Ugyanis abban az időszakban, amíg nem kell fűteni, szennyeződés és por rakódik le a nyílt égésterű fűtőeszközökön, ami rontja az égés minőségét és balesetekhez vezet. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes elmondta, alapszabály, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést használjunk. Hozzátette, a tüzelőanyag gondos kiválasztásával is megelőzhetők a balesetek. Alapszabályok ilyenek például, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú és engedélyezett típusú tüzelőfűtőberendezést használjunk. Minden időszakban javallott az, hogy szakemberre történjen meg a felülvizsgálata, tehát magyarul ellenőriztessük le, és hogy kapjunk egy olyan dokumentumot, legyen a kezünkben egy olyan dokumentum, amely igazolható, hogy ez a tüzelőfűtőberendezéssel kapcsolatban minden rendben van. Aztán nagyon fontos, hogy kizárólag olyan tüzelőanyagot használjunk ezeknél a berendezéseknél, amelyek a leírásukban szerepel. Évről évre nagy problémát jelentenek a kéménytüzek, amelyek számos súlyos és halálos balesetet okoznak a megyében. Kéménytüzek vonatkozásában a mai napig 135 esemény történt a megyében. Ez egyel kevesebb, mint a tavaly egész évre vonatkozó időszak, tehát prognosztizálható, hogy meg fogjuk lépni a tavalyi adatokat. Kéménytüzek vonatkozásában fontos elmondani azt is, hogy a kéményekkel kapcsolatban ellenőriztessük le szakemberekkel, magyarul kéményseprőkkel azoknak a megfelelőségét, szükség esetén történjen meg a kémények tisztítása. Friss változás az, hogy az országgyűlés minap fogadott egy jogszabályváltozást, amely családi házak vonatkozásában hozott változást, mégpedig az, hogy ezt követően, tehát 2018. január 1-től immár lakossági kérésre történik a kéményseprő megjelenése a lakóháznál egyeztetett időpontban, tehát felváltja a sormunkát az egyeztetett időpontbeli kéményseprés. Leskovics Zoltán azt is kiemelte, továbbra is ingyenes a kémények ellenőrzése, amit a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató végez el.